A kiállítóknak nehéz volt összeszedni a sok alkotásból a legjobbakat, legkedvesebbeket. A kiállításon ötleteket is lehet gyűjteni. Nagyon nagy öröm számunkra ez a mai délután, hiszen egy olyan megtiszteltető felkérést kaptunk a Dirinyi Művelődési Központtól, illetve az fenntartónktól, hogy ezen a kiállításon megmutathatjuk az intézményünk alkotókedvű tagjainak gyönyörű szép alkotásait, és így szélesebb körben a városban is megismerkedhetnek ezekkel a gyönyörű szép tárgyakkal. A csoportszobákban, illetve az intézményünk tehetségműhelyeiben lehetősége van a gyermekeknek a különböző technikákkal ismerkedniük, és nagyon fogékonyak a gyermekek erre. A megnyitón a Csokonai utcai óvodások műsorát követően Balay Tini Sütő Margit megbízott igazgató mutatta be az alkotó művészeket, és köszönte meg munkájukat egy-egy csokorvirággal. Négy remek kolléganők kezeinek munkáit lehet látni. Nagy Tiborné, Lövei Gáborné, Magyar Olga és Tótné Török Judit alkotásait. Az óvodapedagógusok, Dajka nénik a mindennapi nevelőmunkában egyre több szerepet töltenek be, és képesek rá, ahogy az adott szituáció kívánja. Van, amikor édesanyák, nagymamák, doktornénik, ápolónénik, autóbuszvezetők, tűzoltók, és olykor pilóták is. Szép hivatás az óvodapedagógusi pálya, a gyermekek nevelése. És emellett minden pedagógusnak van olyan értéke, melyben tehetséges. Például szép énekhangja van, elkötelezett a környezetvédelem iránt, vagy kiemelten fontosnak tartja a testi-lelki egészséget, vagy elhivatott a művészetek iránt, és még sorolhatnám a színes palettát tovább. Amit ma láthatunk, az nem más, mint a remek kézügyesség, az abból származó alkotások.